döntsétek el. A hűvös idő ellenére szép számmal gyűltek össze kerékpárosok a 11-es Huszárúti laktanya főépületének udvarán. A rendezvényt Hende Csaba országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd a túrázók is megkapták a szükséges felkészítést az indulás előtt. 20, 45 és 60 kilométeres túrák indultak a parkerdő, valamint Narda felé. A résztvevők közül sokan rendszeresen teljesítenek hosszabb távokat a barátaikkal, családjukkal. A levegőt, a természetet, meg azt, hogy az ember szabaddá tudja tenni magát, gondolatait el tudja engedni, a hétköznapi stresszet le lehet vezetni. Nagyon-nagyon egy jó kohéziós erő a társaságnak. Szerintem egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, szabadidős program. Nagyon zord téli időszakot kivéve egész évben, bár a bátrabbak még akkor is kimennek biciklizni, lehet űzni. Varga Jenő tanítványai BMX bemutatóval készültek, kezdők és haladók is megmutatták, mit tudnak. A produkció csúcspontja Bognár Kristóf hátraszaltója volt. A fiúk naponta 4-5 órát gyakorolnak. Egy kormánynak az elforgatása mondjuk a talajon, és annak most 180 vagy 360-as forgatása, vagy maga a felugrás és onnan a talajfogása még nagyon kritikus, hát ezek mind tanulható, de nagyon hosszadalmas munka. Nagyon fontos a fokozatosság elve. Egészségi állapot felmérés, ügyességi és gyorsasági versenyek, kreszteszt, spinning edzés is szerepelt a programban. Célja az, hogy közelebb hozzuk az embereket a kerékpározáshoz, nyilván mi a kerékpározunk, természetbe vagyunk, tehát a természet közelségéhez, egy aktív szabadidős sporthoz. A kerékpározás az egészséges életmód részeként korosztálytól függetlenül mindenki számára ajánlható állóképességet fejlesztő közösségépítő sport. A kedvcsináló rendezvényen többféle különleges biciklit, például tandemet és egykerekűt is ki lehetett próbálni.